Vidra, Tutaj, Mátyás király. Csak néhány azok közül az agárdi utcák közül, amiket 2010 júniusáig végigfosztogatott egy öttagú bűnbanda. De nem csak Agárdon tevékenykedtek, az egész Velencei tó déli partját végigjárták. Két csapatban dolgoztak, az egyikbe egy nő és élettársa tartozott. A nő figyelt, míg barátja a betöréseket végrehajtotta. A másik csapat párhuzamosan társaikkal tevékenykedett. Ebben három férfi törte fel az ingatlanokat, az egyikük tévészerelőként dolgozott, munkája során térképezte fel, hova érdemes betörni. Ezek a képek a bűnbanda raktárában készültek. Vittek mindent, ami mozdítható, legyen az hűtőszekrény, televízió, MP3 lejátszó vagy szivattyú. Összeszedtek mindent, amit találtak. Tavaly júniusban fogták el őket a gárdonyi nyomozók. Hosszas adatgyűjtő munka és tanúkutatás vezetett végül is oda, hogy sikerült feltérképezni ezt az öttagú csapatot és ezt a brigádot. 2009 évvége óta folyamatosan követték el ezeket a bűncselekményeket, és 2010 júniusában sikerült végül is őket elfogni, és aztán eljárás alá vonni. A fosztogatás két éve alatt a bűncselekményekből tartották fenn magukat, az ellopott tárgyak egy részét ugyanis eladták. A náluk tartott házkutatás során a rendőrök mintegy két teherautónyi tárgyat foglaltak le, ezek felének tulajdonosait sikerült beazonosítaniuk, így a megkárosított sértettek nagy része visszakapta a tőle ellopott értékeket. A gárdonyi rendőrkapitányság egy hónapja fejezte be az ügyben a nyomozást. Itt az agárdi Mátyás király utcában is jártak a betörők. A Tutaj utcában pedig több házat is végigfosztott az az öttagú banda, akit 38 rendbeli betöréssel gyanúsítanak. A székesfehérvári városi ügyészség még a napokban vádat emelhet az ügyben, így elképzelhető, hogy még idén döntés születik. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.